Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hunna, mai videóban pedig periféria bemutató, ilyen is rég volt már. White Shark szokásosan, jó kis White Shark, ez viszont nem egy gyenge kezdőszet, a Cayenne. Erre mondom azt, hogy na figyeljetek, ez egy olyan kezdőszet, amit simán megvennék én is, hogyha most kezdeném el ezt az ipart, ezt a gaminget, ezt a hobbit. Négy az Advanced, tehát konkrétan minden van, ami kell a kezdéshez. Egér, egérpad, billentyű és egy nagyon jó fejhallgató. Nézzük meg, hogy mi van benne. Bontsuk ki, mert nagyon ígéretes. Itt a hátulján csomó technikai információt megtaláltok az összes eszközről. Mit tud a billentyűzet? Természetesen a legfontosabb dolgokat azért tudja. Köztük azt is, hogy mondjuk világít, az nem gyenge szerintem. Az egér is, az is tudja a világításokat, több színben ráadásul ott van az egérpad, amilyen kék szövetbe vonatot kapott a szélére, de majd megnézzük, illetve itt pedig a headset, ami még durvább az előző ilyen kis sethez képest, meg az összes sethez képest, ami a White Shark árul, ebbe van a legkomolyabb fejhallgató, hiszen nagyon király mikrofonnal rendelkezik, ezt a fejhallgatót ugye már próbáltam, illetve 50 mm-es hangszórók vannak benne, korábbiban csak 40 mm-es, úgyhogy én ezt a szettet már most a statisztika alapján a legjobban ajánlom, de biztos vagyok benne, hogy bizonyítani fog. Nézzük meg, hogy miről van szó. Ki is bontanám, hogyha engedné. Akár gyerekeknek, de tényleg az, hogyha egy felnőtt is elkezdi, belenézne, hogy ne azért egy ilyen 30-40 éves valami billentyűzet, ám valami normális szettel belenézni, akkor ez itt van, de multimédiára is tökéletes. A felhallgató, én azt mondom, hogy ez kifejezetten menő. Nézzük meg, hogy mi van benne, mert eléggé vaskos a doboz. Ott a billentyűzet a tetején. Oj, de jól néz ki, és fémházas. Aj, de király. Imádom, ha tényleg quality anyagokkal dolgozik a gyártó. Hüde csöndes. Oda teszem a mikrofonhoz, várjál. Nagyon-nagyon csöndes. Ó, de jó, irodába egy ilyen csöndes billentyűzet. Irodába, nálunk is ez van, nem nagyon szeretik a mechanikus billentyűzeteket. Nincsen megmondva, hogy ne használ, nincs kitiltva, de nem annyira szeretik. Ez viszont annyira iroda kompatibilis. Tehát ezen megírhatsz egy regényt, nem fog érte beszólni senki. Visszajelző ledek, az meg egy telefontartó, oda bele tudod tenni a telódat, és így teg ott áll igazából, de majd megmutatom úgy is. Nagyon-nagyon komoly. Full fém az egész, a hátlap is, mondjuk nehéz is, hozzáteszem. Kihajtható lábak nincsenek, viszont ilyen gumitappancsok igen, hogy ne csúszson el. Van egy köteg szövetkábel, az eléggé menő. Mi van még? Fejhallgatóhoz, kis popfilter, nagyon rendben van, itt pedig maga a fejhallgató, ez inkább ahogy látszik PC-s. Átalakító persze van, ami úgy szintén végtelenül korrekt a White Shark részéről, hogy átalakítóval adja, hát valahol 1000 forintba kerül már ez az átalakító, hogy combo jackbe meglegyen, és tud használni konzolhoz is, akár PlayStation-hoz, Xbox-hoz, de ha meg számítógépben használod, akkor így is működik, úgyhogy ez így nagyon komoly. Az, hogy adnak plusz kábelt, az zseni. Ez a fejhallgató egyébként tényleg általam is nagyon-nagyon ajánlott, mert én használtam már ezt. Nagyon rendben van. Nagyon kényelmes. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon korrekt választás a váltság része. Ez a kezdőszet nálam most így tényleg egyelőre mindent visz. És a popfilter pedig, hát ez tökéletes, tehát egyezzel köpködős hangokat egyáltalán nem fogják hallani, akivel játszol. Ezt a kábelt igazából az USB-t csak LED-hez kell bekötni, ez fogja a hangot adni, de tud világítani a fejhallgató. Ez is csak ebbe a szedbe van benne, hogy világít egyébként. Matricaív teljesen rendben van, egy kis info, hogy hogyan kell bekötni. USB-USB-t meg ugye választhatsz, hogy mégis mit szeretnél. Ez pedig maga az egérpad. Nem túl nagy, de pont jó, nem fogod a billentyűzetet rátenni, ez csak az egérnek van kitalálva, annak viszont teljesen jó, és azon gondolkozok, hogy lecserélem most a nagy egérpadomat, mert amúgy egy tök szép fehér asztalom van, és meg fogom nézni, hogy milyen egy ilyen kis egérpaddal élni, hogy ez is jó-e
egyáltalán, de hát miért ne lenne jó. És az egér meg itt, ahol van füle, meg van ilyen kis ajtó, ott bújik el a kis rákcsáló. Ezt a dobozt, ezt elrakom, mert elképesztően nagy. Nézzük meg az egeret. Kis zacsiba. Ó, de jó. Ennek nincsen szövetkábele, ez ilyen klasszik műanyagborításos kábel, viszont vannak gyors gombok, van az ujjadnak egy jó kis cucc, ilyen kis tartó, hogy mégse az asztalon csesszed, hanem tényleg ott van szépen kialakítva, ez korrekt. Ez nagyon korrekt kis tappancsok mindenhol. A hangja jó, ennek azért van hangja. Ez nem egy silent cucc, DPI állító gomb, az is megvan rajta. Teljesen okésnak tűnik, tehát akkor egérpadra rá az egér, úgy, ott a fejhallgató, illetve itt a Tuti Hulk billentyűzeted. Bekötöm, tesztelgetem, egy hét múlva visszatérünk. Na hát itt vagyunk a terméktesztes videónak a második részében, ahol is tényleg már be vannak kötve a cuccok, voltak használat alatt. Ugye a fejhallgatót azt már korábban én használtam, hiszen külön termékként is meg lehet ezt vásárolni, és nagyon király, most is hozza azt, amit akkor elmondtam róla, az most is teljes mértékben megállja a helyét. Az egérnél nagyon király ez a oldaltávtartó, nem rossz, pontos munkára én nem használnám, gondolok itt a pontos alatt ilyen Photoshop-al tényleg minden egyes kézmozdulat számít, mert megjelenik, és nagyon-nagyon fixen kell tartani az egeret. Ez kicsit van olyan finom mozdulatoknál, hogy vibrál egyszerűen, ilyen FPS játékokban is feltűnt, Nem annyira jó az érzékelő, ennél láttam már jobbat, kényelemre viszont nagyon rendben, ha ilyen egyszerű számítógép felhasználása, meg ilyen könnyedebb játékokra, ilyen árkádosabb játékokra használ, akkor teljesen jó, precíziós mozgás az annyira nem megy neki. A billentyűzet viszont eszméletlen, az a legjobb része szerintem a fejhallgató és a billentyűzet, a legkiemelkedőbb része ennek a csomagnak, a telefontartó a billentyűzetben az valami zseni, de a világítás is teljesen egyszerű, bekapcsolod, világítsa, személyre szabni nem tudod, ebbe az árkategóriába szerintem ez nem is probléma, eleve már az jó, hogy világít. Viszont amilyen halk, a gumi membrános megoldásnak ez egy irodai felhasználásba, főleg egy olyan open office-ba, ahol mondjuk 30-an dolgoztak egy helyen, hát vagy ahol családba is fontos, mert mondjuk másik szobába alszanak, tehát ez is szerintem teljesen valóságos helyzet. Azért ott mondjuk egykor játszasz, mert még ahhoz van kedved, vagy ilyesmi, akkor ez úgy eléggé gázuljon ki, hogyha egy ilyen mechanikus billentyűzetet klattyog, a rugók mozognak, minden. Ez nagyon-nagyon halk, ez a gumimembrános megoldás, ezért tetszik nekem nagyon, és hát szerintem használni is fogom még a teszten kívül is amúgy. Egyetlen egy probléma van vele, amit én nem szeretnék ezekbe az olcsóbb billentyűzetekbe, ugye ez az egy kombó szett, tehát tényleg egy ilyen megfizethető dologról van szó, amit nem szeretek, hogy nem világítja át a háttérvilágítás a gombokat, tehát ha sötét van, hiába a világítás design lesz, nem fogod látni tőle, hogy mit nyomsz le pontosan. Ezt sajnálom, hogy ez nincsen megoldva, ettől függetlenül mondom, engem a telefontartó kárpot, ha már a mai világban amúgy tök jó, amikor rakok ki egy videót, közben dolgozok a gépen, beállítom oda a Premiere-be, vagy megy ki, nézem a chatet, meg ilyenek, beállítom a telefontartóba, és hibátlan. Tehát így el tudom képzelni, hogy ez akár hosszabb távon is működhet. Egérpad zseni, ezt használom már jó ide, és ahogy mondtam, ez is szerintem maradni fog itt, mert nagyon király. Tehát ez nagyon ütős, ez a kis egérpad, semmi extra, egyszerű, de tökéletesen nagy az egérnek. Ez nem fedi le az egész asztalodat, ez nem egy ilyen XXL-es, nem tudom mekkora terítő méretű egérpad, ez egy kisebb fajta, de célnak megfelel, mondom, árérték arányban szerintem ez a kombó a legjobb választás most, és ráadásul kuponkód is elérhető, 15%-os kuponkód, ott van a link, a kuponkód, minden a leírásban, ezt tudjátok használni április közepéig, nyomassátok, mert ezt a szettet is meg tudjátok venni vele olcsóbban. Köszönöm szépen Vágycsáknak a cuccokat, a széket, amiben ülök, legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is iratkozzatok fel, és sziasztok!